Maga Gábor Zsombai a polgármesterét. Kinádi Gézák Újszentes polgármesterét. Újvári László Balázsa polgármesterét. A Nyilas Mihály Kanizsa polgármesterét. Zagana Milenkovicsa Pécenika Ostine Zsitiste. Filipa Jomena Pécenika Skúštine Ostine Zsitiste. Duško Kuzmana pomoćnika sekretara za poljoprivredu. Szarka Editek a községi Mirsi közösség igazgatója. A környező helyi közösségek Kisorosz, Magyar Csernye és Itabé képviselőit. Külön üdvözlöm a médiák képviselőit. És minden további kedves vendéget, aki bennünket megtisztelt azzal, hogy ma itt legyen. Külön köszöntöm a Tordai TV nézőit, s hagyományokhoz híven ezúttal is élő közvetítést adunk erre a nyitó műsorról. Ez a mai nyitó előadásunk rendhagyó nyitó műsor is, hisz a Magyar Kultúra napi alkalmából is szerveztük, hisz január 22-e egyben a Magyar Kultúra napja, úgyhogy gondolom azt, hogy ez a kettős ünnep még külön kiemeli azt, hogy immár 9. alkalommal fogtunk össze közösen, hogy megmutassuk nem csak helybelieknek, a környező helységeknek, egész vajdaságnak, sőt a határon túliaknak is, hogy ez a kis közösség egy összetartó kis magyar közösség, amely tud szervezni, tud valamit csinálni annak érdekében, hogy itt maradjunk és megmaradjunk szülőföldünkön. Ez az összefogás eredményes volt eddig is, és én bízom abban, hogy eredményes lesz ezúttal is, hisz az elmúlt időszakban számtalan alkalommal megmutattuk már másoknak is, hogy ez a kis település, ez a kis közösség tud csinálni nagyokat, tud csinálni csodákat, és példaértékű a elsősorban a szorvány magyarságnál, hisz ez a mi rendezvényünk, nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, hogy a szorvány magyarság, a vajdasági magyarság egyik legrangosabb kulturális, művelődési, szórakoztató rendezvénye lett az elmúlt 9 év alatt, és én remélem, hogy így lesz ez 10. alkalommal, az elkövetkező még nagyon sok alkalommal is. Én kihasználom az alkalmat, és szeretném megköszönni a polgároknak azt, hogy az elmúlt hetekben egyöntetűen kiálltak arra, hogy feliratkozzanak a magyar választói névjegyzékre, a falu szinte összes magyar polgára feliratkozott, ezzel is megmutattuk azt, hogy mi igenis, tehát összefogunk, nem szégyellünk magyarságunkat, őszintén valljuk magyarságunkat, és gondolom, hogy erre mindannyian nagyon büszkék lehetünk. Az elkövetkező 2 hónap alatt számtalan rendezvényre sor kerül, amelyben mindenki megtalálhatja a magának valót. Lesznek színelőadások, zenés tartalműsorok, irodalmi estek, kiállítások, bálak, iskolai műsorok, szakelőadások a termelőink részére, és én bízom abban, hogy a közönség ugyanolyan hálás lesz a többi programokon is, mint amilyen hálás ma este, hisz megtöltöttük ezt a mi nem is éppen kis termünket. És az, amelyre külön büszkék vagyunk, és büszkék lehetünk mindannyian, hogy példaértékű záróműsorral fogjuk a rendezvényünket zárni március 14-én, amikor is a 3 torda ismét bemutatkozik. Torontál torda, Biartorda Magyarország, Aranyos torda Erdélyből. Ez az összefogás példaértékű mások számára is, és nagyon olyan kevés település van,
van, amely összefogta ugyanolyan nevű településeket, és ezt valóban őszintén ápolni is tudja. És az, amit ma szeretnék bejelenteni, amely először fordul meg, és először történik Tordán, március 15-én, a Magyar Szabadságharc napja alkalmából egy olyan megtisztelés ér bennünket, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és amelyre nagyon fel kell készülnünk, hisz a Nemzet Televíziója, a Duna Televízió egész napos élő kapcsolatos közvetítést fog adni Tordáról. Ez valóban minden tordai, minden pártolónknak az elismerése, munkánknak az elismerése, és gondolom azt, hogy ha egy pillanatra is, ha néhány óraszára is, de azon a napon, és az előző napon, 14-én Torda lesz a világmagyarság egyik központja. Legyünk erre mindannyian nagyon büszkék. Én gondolom azt, hogy az összefogás ez a nagyszabású rendezvényünk megszervezésére ezúttal is megtörténik, és valóban mindennek teszünk annak érdekében, hogy Tordát a legszebb fényében, legszebb tükrében tudjuk majd bemutatni országnak, világnak, a világ egész magyarságának, Ausztráliától Kanadáig. E gondolatok jegyében kívánok mindenkinek nagyon egészséget, kitartást, további összefogást, településünk felés érdekében, a magyarság megmaradása érdekében, és kívánok ma este is, és az elkövetkező hetekben is mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen! Drági naši gosti, meni je pripala čast da deveti put otvorim Tordjanske dane kulture sa ciljem da i dalje negujemo tradiciju i kulturu mađarskog naroda, a isto tako da prikažemo i one druge koje sa nama žive na ovom prostoru. Mislim da će sljedećih nekoliko nedelja svi Tordjani, a svi oni koji dolaze ovde kod nas, imat će priliku da kroz raznovrsne programe odaberu ono što je njima najviše odgovara. Biće pozorišnih predstava, muzičkih folklornih večeri, književnih večeri, stručna predavanja za poljoprivrednike, razne izložbe, balove, a po tradiciji 14. marta završavamo sa Tordjanskom večerom, kada će nastupati Sveti Torde, znači naša Torda, Dija Torda iz Mađarske i Torda iz Rumunije, i to je jedan od rijetkih primjera kako složno mogu da se uhvate, da se bratime istoimena naselja bez obzira na veličinu tih naselja. Ako neko nešto želi, to će i da ostvari. I ono što će ove godine prvi put da se desi ovdje u Tordi, da televizija Dunav 15. marta će celodnevni program emitovati odavde iz Torde, i mi za to se spremamo. Ja verujem da ćemo prikazati naše selo u najboljoj formi, u najboljoj nameri, da svima, znači, koji tog dana gledaju televiziju, da stvarno vide ova šta smo mi dostigli i šta je ono što treba još da dostignemo u ovom našem selu. Ja u to ime želim svima dobru zabavu, dobro zdravlje, ne samo danas, nego i u narednom periodu. Hvala lepo. Mostani feltélem Jóász Attilát, a tartományi ügyi segédtitkárát, hogy mondják gondolatait a Magyar Kultúra napja alkalmából. A Magyar Kultúrát 1989 óta ünnepeljük január 22-én, amikor is Kölcsei megírt a himnusz, az akkori kéziratok szerint csekén. Hát ez egy nagyon fontos dolog a mi számunkra, tehát a vajdasági magyarság is együtt a nemzet egészével ünnepli ezt a dátumot, és az külön megtisztelő és külön öröm, amikor egy ilyen ünnepséget összetudunk hozni a helyi rendezvényekkel.